Szerbusztok! Ez reggeliről maradt tejbegríz. Ezt a lányaim ették ugye ilyenkor, amely egy kicsit így megkeményedik, és ebédre grillcsirkét sütöttünk, és megy a sütő, és ahelyett, hogy ezt most odaadnám a kutyának, mert általában ennek ez a sorsa, ha nem annyira kemény, hogy mondjuk rántott tejbegríznek meg lehessen csinálni lekvárral, hogy megpróbálok valami kis nasit kreálni belőle. Első lépésben megkóstolom, hogy mennyire édes. Hogy ugye nem annyira, mert még cukrozott kakaót szoktunk rátenni, hogy mennyi plusz cukrot tegyek hozzá, és egy ilyen felfújt szerűséget fogok belőle megpróbálni készíteni, amihez kettő tojást használok ehhez a mennyiséghez, és szétválasztom, mert ugye az egyik felét majd habbá verem, a másik felét meg kikeverem, jaj, a plusz hozzáadott dolgokkal. Na, teszek hozzá egy tejáskanálnyi vaníliás cukrot, egy nagyon picike kis sót, ugye minden édes tésztába kell, és cukorból, hát egy ilyen csapott evőkanálnyit. De hát ezt mondom most, ha mondjuk egy ilyet akartok, az attól függ, hogy mennyire volt eleve édes ez a történet. És először fölverem a habot. Na, ilyen jó keményre, ugye, hogy nem jön ki az elején, mert fölvertem a habot. És a lényeg, hogy ebből én ilyen csokis felfújtat szeretnék, úgyhogy ilyen jó fekete keserű csokiból. Hát egy ilyen normál, vagy kakaóban egy ilyen normál teáskanálnyit beleteszek, és most ezt is kikeverem. Na, ezt is ilyen kis habosra, hogy a cukor feloldódjon benne, kikevertem, és most ehhez fogom hozzáadni az ilyen, hát megkeményedett tejbegrízt, ami hát én nem szívesen eszem már ilyenkor így meg, és ezt most még így durván össze lehet keverni, ebből kaptunk egy ilyen alapot. És most mielőtt tovább lépnék, ilyen felfújt formát, ilyenkor meg lehet kóstolni, hogy megint, hogy elég édese, tökéletes lesz. És a lényeg, hogy ugye felfújt formában. Az a baj, a költözéskor még nekem 9 van, de csak 3 került elő. Ugye ezek annyiban másak, azért kifejezetten felfújt formának, vagy puding formának hívják ezt, mert itt így fölfele, tehát így kifele jön belőle, amikor dagad a cucc, de ha meg mondjuk egy ilyen tábat eszem, mert most még szedtem elő, mert ez a 3 kevés lesz, ebbe meg itt szétterül. Tehát igazán arra valók ezek a formák, hogy ebből fölfele megy, és akkor ezeket most vajjal kikenem a belsejét. Levágok ebből egy darabot, és szépen az egyiket így jó alaposan kivajazom a széleket, és hogy föl tudjon csúszni, hogyha szépen dagad. Na, kikentem a formákat, és most ha eredeti ilyen felfújt receptet csinálok, akkor nem kéne bele, de most teszek egy ilyen késhegynyi sütőport hozzá, egy ilyen keveset, hogy segítse a felfújását, mert az azért most elég nedves, és a felfújtaknál ugye, ugye lisztet nem tesznek bele, attól függ, hogy miért csinálsz, mert mondjuk egy dió felfújt vagy dió pudingba kell reszelt babapiskóta, tehát szárított piskóta, vanília pudingba meg felfújtba kell besamelmártás, de az ennél sűrűbb, tehát ezt most még át lehetne főzni, de én megpróbálok ebből valamit összehozni. Most beleteszem a habot, és most már csak lazán összekeverem. És remélem, hogy a tejbegríz nem volt annyira megfőzve, hogy ez sülés közben még egy kis folyadékot kiszed belőle, és egy ilyen nagyon könnyű, levegős
tésztát, vagy masszát kapok. És ezt fogom sütőbe megsütni. A puding, tehát ezek az alaptésztákból, hogyha most nem erről az acskos pudingról beszélgetünk, hanem a igaziról, amit az iskolában tanítanak, a pudingnak és a felfújtnak tök ugyanaz a tésztája, csak a pudingot ki kell gőzölni, a felfújtat meg csak sütjük. Tehát ezt most csak simán beteszem egy tepsibe, és berakom a sütőbe. Na, ennyire elég is összekutyulni. Picit lágynak tűnik, tehát lehet, hogy nem fog sikerülni, de hát most kettő tojás meg egy kis cukrot megég, és akkor ezt most itt szépen beletöltöm ebbe a formába, így a pereméig nagyjából, ahol van egy ilyen kis vájat, és hogyha így összekoszoljátok a szélét, azt le kell szedni, hogy ne süljön rá, ne akadőzza fölfutni a dolgot. Na most ezeket betöltöm, jó? Na, 4 adag lett ebből a mennyiségből, és ezt most csak nemes egyszerűséggel így ráállítom egy ilyen serpenyőre, és beteszem a 180 fokos sütőbe, amíg meg nem sül. Ha meg pudingot szeretnétek, akkor víz kéne alá, egy olyan edény, lehet a sütőbe is, amiben lefeditek, tehát amikor fölfut, ne érjen hozzá, és akkor 110 fokos sütőbe kell párolni, vagy tűzön egy fazékba kell belehelyezni, egy ilyen nagyméretűbe, víz idáig legyen, és csak pötyögjön, tehát nem szabad forni a víznek, ilyen 95 fokos víz fedő alatt, és akkor meg egy ilyen lágy, tésztaszerű valami lesz, így is lágy lesz, csak így megpirul ugye a teteje meg az oldala. Na, eljött az igazság pillanata, 20 percet volt a sütőbe, és még egy kicsit túl is töltöttem szerintem, mert kifutott a edényből, hát ilyenek lettek. Jó, ezt így ugye a tálaló tálba szokták, vagy a sütőedénybe szokták kitenni, ugye ezen látszik, hogy ami nem tud fölfutni, az úgy fölfut és utána megy össze. Ilyenkor egy nagyon picit várjatok, hogy üljön, és már az edény miatt is, hogy ne essen szét, és akkor lehet fogyasztani. Ez már úgyis itt megvan üzelve. Egy kicsit így. Csak ilyenkor ugye tényleg az van, hogy ez annyira forró, hogy nézzétek meg, tessék, egy ilyen nagyon kis lágy. Én a felfújtakat, meg a igazi pudingokat nagyon szeretem egyébként. Ehető. Nézzétek meg, szépen leváljuk a edényről. Ott benne ott van a kis lágy, puha, ilyen csokis, tejbegrízes rész. Szerintem tök jó lett, jó? Úgyhogy próbáljátok ki, veszteni nagyon nem tudtok, csak 2 tojás. Jó? Jó étvágyat hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!